Bár lassan ránk rúgja az ajtót a tavasz, a kicsiny üvegbe zárt csodakertek üdességét egész évben élvezhetjük. A floráriumok készítése és életben tartása nem bonyolult folyamat, de pár hasznos tippet érdemes betartani. A grindex.hu ezeket szedte most egy sokorba Muhari Ritával, a mágikus kert alapítójával. Az első floráriumot Nathaniel Ward, angol orvos alkotta meg. Ő amellett, hogy orvos volt, nagyon sokat utazott. Volt egy olyan kísérlete, hogy egy molylepkét egy zárt üvegtárolóba tett, és megfigyelte, és akkor egyszer csak azt vette észre, hogy egy ilyen ritka moha kikelt ebben a zárt tárolóban, mert a tárolóban magas volt a páratartalom, tehát nagyon jó körülmények voltak ennek a növénynek. És akkor rájött, hogy a trópusokról így haza lehet hozni különleges növényeket, majd ki is fejlesztett egy ilyen tárolót, ami aztán népszerű lett, és elkezdték többen használni. Ugye ezek zárt rendszerek, a pára nem megy ki belőlük, és egyszer csak létrejön ugyanaz a körforgás, ami a természetben is van. Én csak trópusi növényeket ültetek be, tehát csak olyan növényeket, amik szeretik ezt a magas páratartalmat, és egyébként meg szoba körülmények között nagyon nehéz őket életben tartani. Jót teszünk ezeknek a növényeknek, hogyha floráriumban tartjuk. Az első floráriumomat egy befőttes üvegbe építettem, ez egyébként még a mai napig megvan, egy levél begónia lakik benne. Mivel gyűjtöttem a régi üvegeket, ilyen különleges régi üvegeket, egyre inkább elmentem abba az irányba, hogy ilyen szűkszájú üvegeket ültettem be, ugye, amiben viszont nem lehet kézzel belenyúlni, hanem egy pálcikával kell megcsinálni a növényeknek ezt a szép elrendezését, ami ugye egy nagy kihívás. Tehát elsőre ez nem is sikerült. Tulajdonképpen bármilyen üvegbe be lehet ültetni, arra kell figyelni, hogy átmenjen rajta a fény, tehát fehér színű üveg legyen, vagy maximum ez a nagyon halvány, ilyen türkizes üveg, mondjuk ilyen sötétzöld, sötétbarna üveg, az értelemszerűen nem jó. Én kezdőknek első körben olyan üveget javasolnék, amiben bele lehet nyúlni, mert az valószínűleg hamarabb sikerélményt hoz, és akkor utána el lehet kezdeni kísérletezni azzal, hogy egy szűk üvegbe hogy tudom beletenni, és hogy tudom szépen elrendezni, hogy tudom megoldani azt, hogy ne legyen koszos az üvegnek a belseje. Használunk ipari üvegeket, tehát amik demizsonnak készülnek, ezek vannak időnként ilyen kisebb üveghibák, tehát ezek nem annyira gyönyörű üvegek. Aztán van nálunk az újrahasznosított vonal, gyűjtjük az üvegeket, tehát a használt üvegeket, vannak régi üvegek, amik ilyen nagyon különleges, értékes üvegek, illetve mindig van egy-két ilyen vendéglátóipari partnerünk, akik nem dobják ki az üvegeket, hanem nekünk adják, de minden jöhet, vállalunk olyat is, hogy valaki behozza a kedvenc régi üvegét, és akkor arra egyedi árat adunk, hogy mennyiért tudjuk beültetni, hogyha be lehet, de általában be lehet. Az életben tartás az nagyon könnyű, egyrészt aki tőlünk vásárol, már egy beállt rendszert kapt. És hogyha hazavitte, akkor innentől már csak pár szabályt kell betartani, hogyha ezt betartja, akkor nagyon hosszú életű lesz. Ezek, hogy nem szabad soha napra tenni, mert akkor ugye ugyanúgy fölforrósodik, mint egy autó, és megfő benne a növény. Fény az kell a növényeknek, tehát ugye csodák nincsenek, sötétben nem lehet őket tartani, úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy ledizzós lámpával legyen megvilágítva, ha csak nem valakinek ilyen extra világos a lakása, ahol szórt fény van, ilyen is van, tehát hogy akkor nyilván nem kell megvilágítani, és amire még nagyon kell figyelni, hogy nem szabad túlöntözni. Hogyha valaki lezárva tartja, ugye akkor nem is kell öntözni, de a szűk szájúakat, azokat lehet nyitva is tartani, ott meg arra kell figyelni, hogy mindig csak egy pár csepp, és nagyon ritkán. Ez egy szép hobbi. Amire szerintem nagyon figyelni kell, az a növényválasztás, tehát hogy egyrészt, hogy olyan növényt válasszak, ami tényleg való floráriumba. Most ugye nagyon nagy divat lett a florárium, tényleg elmegyünk bármilyen kertészetbe, nagy áruházba,
a mű floráriumtól kezdve az olyan floráriumig, ami én tudom, hogy nem fog életben maradni, mert mondjuk kaktusz van benne, vagy posgás van benne, tehát ezt nem ajánlom, hanem mindenképpen olyan növényt kell választani, ami életben fog maradni, és ami nagyon fontos, hogy egészséges növényt kell választani. Tehát, hogy nagyon sokan, ugye most az is divat, hogy mondjuk van egy beteg növény, és akkor sajnálják, és próbálják megmenteni. Szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogyha sima szobanövényről beszélünk, viszont beteg növényt nem ültetnék be floráriumba, mert valahogy a floráriumba ugye fölgyorsulnak ezek az események, nagy a páratartalom, tehát mondjuk van a növénynek egy kis gombafertőzése, azt, hogyha beültetem egy floráriumba, akkor borítékolható, hogy egy héten belül az egész floráriumot elárasztja a gomba, és megdöglik az egész. Tehát, hogy itt arra kell figyelni, hogy elmenni egy kertészetbe, és ott is megnézni, hogy a legfrissebb, legegészségesebb növény kerüljön bele, tehát ezen nem szabad spórolni. Nem ajánlom azt a részét a kertészeteknek, ahol a leárazott növények vannak, hanem így.